A polgárőrség tagjai hozzák épp az egyik legforgalmasabb bátaszéki bolt parkolójába azt a gyűjtőedényt, amibe a lakossága használt sütőolaját vagy egyéb használt zsíradékát helyezheti el majd ezentúl. Sokan örülnek a kezdeményezésnek, hiszen tudják, hogy egy liter fáradt olaj természetbe kijutása akár több tízezer liter élővizet is meg tud fertőzni, ezáltal óriási károkat okozva az élővilágban. Használt olajakat, azokat mi is szelektíven gyűjtöttük otthon, és ugye időszakonként elszállítottuk, csak az elég macerás volt, mert nagyon kevés helyen lehet ezeket az olajokat leadni. Bátaszéken ez megoldódni látszik, ugyanis a város 4 különböző frekventált pontjára helyeznek ki ilyen edényeket. Farkas András, a Bátaszéki Polgárőr Egyesület elnöke úgy nyilatkozott, olyan helyeket választottak, ahol sok ember fordul meg, és a sütőolaj elszállítása akár egy bolti bevásárlással is egybeköthető. Ezen kívül nem is bonyolult a gyűjtés módja. A sütőolaj elhelyezése történhet műanyagflakonban, akár egy befőttes üvegben, zárt üvegbe belehelyezve az edénybe, és jelenlegi információk szerint folyamatos elszállítást garantált a cég, heti-kétheti rendszerességgel. Két évvel ezelőtt nyújtott be egy pályázatot a Bátaszéki Önkormányzata klímastratégia létrehozására. A város vezetése fontosnak tartja a környezetvédelmet, így kis lépésekben ők is igyekeznek minél több mindent megtenni annak érdekében, hogy a föld még hosszú ideig élhető maradjon. A város területén 4 ponton fogunk kihelyezni ilyen begyűjtő konténereket, ahol el tudják helyezni majd ezeket a fel nem használható sütőolajokat. Ezzel hozzá tudunk járulni egy kicsit a környezetünk védelméhez, és segíteni is tudunk, hiszen lehetőséget kapunk arra, hogy bizonyos támogatást kapjunk az így elhelyezett olajért, amelyet elsősorban környezetvédelmi feladataink finanszírozására fogunk fordítani. Ez azt jelenti, hogy minden elszállított használt olaj után literenként 25 forintot kap az önkormányzat az erre a célra elkülönített számlára. A kidobott zsíradékot újrahasznosítják, és biodízelt készítenek belőle.